Hát nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, ügyvezető urat, polgármester urat, járási hivatalvezető asszonyt és mindenkit, kedves barátaimat, hiszen mindig azt szoktam mondani, hogy furcsa nekem, amikor itt miniszternek szólítanak, és valójában én hazajövök. Már napkorra úgy jövök ide lassan, mint Böllér Fesztivál ide, Böllér Fesztivál oda. Itt már tényleg otthon érzem magam, de mégis egy nagy nap ez a térségnek, nagy nap ez a vállalatnak, hiszen egy ünnepélyes átadásnak a részesei vagyunk. És nagy öröm ez nekem úgy is, mint fejlesztési miniszternek, hogy a tegnapi nap miniszterelnök úrral a Masterwood Baromfi feldolgozónál voltunk egy nagy léptékű fejlesztés átadásán, és ma pedig itt vagyok a Gametek Kft. Új gyártócsarnokának a megvalósításának az ünnepén, vagy felavatásán. És ahogy elmondták az előttem szólók, igen, nagy öröm ez nekem, úgyis, mint helyi képviselőnek, mint országgyűlési helyi képviselőnek, és úgyis, mint miniszternek, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiként örömmel tölt el, és nagy büszkeség számomra, hogy a régió, így ez a térség is ilyen jelentős sikereket könyvelhet el. Úgy látom, és azt gondolom, hogy annak a bizonyítékát látom, hogy a kormány gazdaság élénkítő törekvései jó táptalajra találtak, és vannak a térség olyan vállalkozó szellemű polgárok, mint a tulajdonosok, hogy nem csak beszélnek, hanem tetteket is véghez viszik. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elsődleges feladata, hogy a páratlanul erős társadalmi felhatalmazásra rábízott nemzeti erőforrásainkkal felelősen gazdálkodjon. Ez egy olyan cél, amely cél volt 2010-től, és cél lesz 2014-től is. Ezeket az erőforrásokat legjobb képességeink szerint gyarapítani kell, hozzájárulva ahhoz, hogy Magyarország a történelmi lemaradásait pótolva Európa élvonalába kerülhessen. Amikor felkértek erre a posztra, a tőlem idősebb miniszterek azt mondták, hogy tűzzek ki egy célt, legyen egy cél, ahová el szeretném vinni ezt a minisztériumot, ezt az országot. És akkor én egy mondatban úgy fogalmaztam ezt meg, hogy élénkítsük vagy indítsuk újra a nemzeti ipart. Ügyvezető, gratulálok, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan lépés, amely a nemzeti ipar egyik oszlopos bástyája tud lenni, nem csak itt a térségben, nem csak a megyében, hanem az egész országban. Szívből gratulálok ehhez. És látjuk ezt a Gametek példáját, hogy igen, ha egy kormány pozitív gazdaságösztönző erőfeszítéseket tesz, és ehhez vannak olyan vállalkozások, amelyik kezdeményező képességgel párosítva tenni akarnak, akkor lehet előbbre jutni. Itt az előttem szóló elmondta, hogy milyen sok üzenetet kapott nem csak itthonról, hanem külföldről is a vállalkozás. Ebből látszik, hogy a Gametek kiváló fémipari termékei nem csak hazai, de nemzetközi viszonylatban is keresettek, és ezzel öregbítik a magyar ipar jó hírnevét. Ennek oka, úgy gondolom, hogy a vállalat mindenkor képes megválaszolni a gyorsan változó piaci kihívásokat, ugyanakkor hosszú távú stratégiával is rendelkezik, amelyet kizárólag a minőségre, az elkötelezettségre és a versenyképes szakértelembe alapozva lehet sikerre vinni. Ezek itt mind-mind megvannak ennél a vállalkozásnál. Ebből látszik, hogy Magyarország újjáépítésének receptje igen egyszerű, nem túl bonyolult dolog. Ami jó a magyar vállalkozásoknak, az jó az országnak is. Ilyen egyszerű. A magyar gazdaság teljesítőképessége, és így közvetve a magyar emberek életszínvonala a kis és középvállalkozások sikerén múlik. Ezért minden eszközzel azon kell munkálkodnunk, hogy növekedjen, erősödjön ez a vállalkozói réteg. Ennek elősegítésére döntött úgy a kormány, hogy a most kezdődő 2020-ig tartó Európai Uniós költségvetési ciklusban a Magyarország számára lehívható fejlesztési források mintegy 60%-át gazdaságélénkítésre fogja fordítani. Hiszen itt tudjuk és érezzük igazán, a Gametek példája is mutatja, ha eként cselekszünk, ezek a források jó helyre kerülnek, oda,
ahol szükség van rájuk, ahol képesek értéket teremteni Magyarországon. A kormány a fejlesztési intézményi rendszer további ésszerűsítésével a források lehívását és szétosztását is egyszerűbbé és gyorsabbá kívánja tenni. A cél, hogy a vállalkozások erőforrásait ne a túlbonyolított adminisztráció terhei emészszék fel, hanem arra összpontosíthassanak, amihez a legjobban értenek, a termékük, a szolgáltatások fejlesztésére. Ezért olyan környezetet kell teremtenünk, amelyben egyre többen ismerik fel, érdemes vállalkozni. Kellő munkával és felkészültséggel, ugyanis önerőből is képesek vagyunk világra szóló eredményeket elérni. Ez itt egy jó példa. Az elkövetkező 4 év lehetőséget tartogat sok-sok magyar kis- és középvállalkozó számára. Minden azon múlik, hogy a GameTech Kft.-hez hasonlóan képesek leszünk-e felnőni a feladathoz, élni ezekkel a lehetőségekkel. Még egyszer ügyvezetőről gratulálok, adja Isten, hogy tudják élvezni ezt a szép sikert, adja Isten, hogy még nagyon sok fejlesztést tudjanak végrehajtani, és adja Isten, hogy még nagyon sokáig tudjanak örülni a fejlesztések sikerének. Köszönöm, hogy meghallgattak.